Az ország minden tájáról érkeztek játékosok a 15. alkalommal megrendezett Sárét Kupa sakversenyre. A szeptember 4-én megkezdődött 3 napos verseny, a megszokottól eltérően idén a Faluházban került megrendezésre. A járványhelyzet miatt az utóbbi időszakban több rangos sakverseny is elmaradt, így számos kihívás kereső játékos regisztrálta magát a megmérettetésre. Tudtuk meg Gerda Emiltől, aki a verseny szervezéséről és a járványhelyzet szervezésre való hatásairól is beszélt televíziónknak. Hát ugye sajnos ennek senki nem örül, de tényleg nagyon komolyan megnehezítette a helyzetünket, viszont se az önkormányzat részéről, se személyem részéről föl sem merült, hogy mi ezt a versenyt ne rendezzük meg. Természetesen betartozunk a szabályokat, amiket előírnak. Ugye a készfertőtlenítés, a maszkviselés is ugye nem kötelező, de mindenki számára biztosítunk, aki igényli a maszkot. A távolságot próbáljuk betartani, teljesen ugye el van szeparálva, haza is van a Faluházban megrendezve, hogy semmilyen más egyéb intézményi emberekkel így nem találkoznak a versenyzők. Ha nem lehetett volna rendezvény, csak akkor nem csináltuk volna meg. Tehát 15. alkalommal elindítani vagy megcsinálni egy versenyt, ez egy számomra vagy számunkra egy nagyon nagy és szép kihívás, és elmondhatjuk, hogy 15. alkalommal is az ország minden tájáról tudtunk ide csábítani úgymond embereket. Még én is meglepődtem, mert Sopronból is vannak, Győrből is vannak, Budapestről vannak. A versenyes az egyik legfiatalabb, induló most, hogy 6 éves, még óvodás, és már versenyszerűen sakkozik, és megtisztelte a Sárét Kupát ő is a jelenlétével. Valószínűleg még fogunk hallani is már róla, mert ilyen fiatalon nagyon-nagyon gyorsan tudnak fejlődni. A versenyen közel 60 játékos regisztrált, akik értékszám szerint 2 csoportban mérettették meg magukat a 3 napos verseny során. A Sárét Kupa sakverseny az évek során komoly elismerést szerzett a sport lelkes rajongói körében, nem csak hazánkban, hanem a környező országokban is. Számos visszatérő játékos szokta látogatni a versenyt. Ez a létszám jóval nagyobb lett volna most is, hogyha nincs a vírus, mert például Romániából, Szlovákiából emiatt nem tudtak jönni játékosok, mert ugye a határhelyzet miatt nem merték kockáztatni a karantént. Ez egyébként sokan nem is hallottak még a sakversenyen kívül, hogy ezzel kapcsolatba kerülnek, és sokan olyan dolgokról kérdeznek, amit én csak, hogy egyáltalán hol van tetétlen, ugye, és most mikor elmennek, és akkor következő évben már úgy mennek, hogy következő évben is visszajövünk, ez egy jó érzés mindig, mert azt jelenti, hogy megint megismertetük emberekkel tetétlent. Most mondta be a versenybíró, hogy elindult az első forduló, hogy a pénteken van a B csoportban 2 forduló, meg a C csoportban is, szombaton a B csoportban 3 forduló, a C csoportban 4, és akkor vasárnap 2 forduló marad, és így a B csoportban 7 forduló, összesen a C csoportban pedig 9 fordulót játszanak a játékosok különböző időtartamban. A B csoportban ott 60 perc plusz 30 másodperc lépésenként hozzáadódik, a C csoportban pedig mind a két játékosnak egy-egy óra rendelkezésére. Mind a két csoportban az első 6 helyezettet díjazzuk, kapnak ugye kupát, érmet és ajándékutalványt. Ezen kívül szintén a tetétlen önkormányzat támogatásával a tetétlen kincséből készített ajándékcsomagokból külön díjakat fogunk kiadni, és tavaly sikeres volt, hogy a végén ilyen tombolát sorsoltunk ki, vagy tombolaként sorsoltunk ki tetétlen kincseit, és ezt az idén is biztosítja az önkormányzat. Az idén 15. alkalommal megrendezett megmérettetés szervezésében állandó segítséget nyújt községünk önkormányzata. Tudtuk meg Borbéné Fülöp Hajnalka polgármester asszonytól. Amivel az önkormányzat hozzájárul, az a szokásos, a helyszínbiztosítás, az étkezés biztosítása, illetve minden technikai segítséget megadunk, ami szükséges ahhoz, hogy jól érezzék magukat itt a versenyzők. Ezen a hétvégén lesz a háladó Isten tisztelet, a felújított református templomunk elkészült itt követően, ezért a Faluházban kerül megrendezésre. Volt már itt egyébként a kezdetek kezdetén megrendezésre ez a verseny. A versenyzők szállása az a szomszédos településen, a vendégházakban szokott, illetve a püspöklődányban még a kollégiumban, de ott most ugye a járványügyi helyzet miatt nem lehet igénybe venni ezt a fajta szolgáltatást, így Kabán a vendégházakban kerülnek elszállásolásra a messzebbről érkező vendégek. A bejáratnál, ahogy látható, is feltöltőt helyeztünk el, maszkokat hoztunk, és mindenkinek tudjuk biztosítani, akinek szüksége van erre. A többit nyilvánvalóan mindenkinek, a versenyzőknek is oda kell erre figyelni, de bízunk benne, hogy semmilyen jellegű probléma nem lesz. Nátházi Imre püspöktől érkezett településünkre, most vesz részt másodszorra a versenyen.
versenyen. Korábban a legelső sárét kupán mérettette meg magát. A sakkal egészen fiatalon kezdett el foglalkozni, melynek eredményeképpen számos versenyen ért el kiváló eredményeket. 4-5 éves korom óta néhányszor szüneteltettem, főleg iskolai okokból, és most mióta dolgozok, azóta kezdtem el újra játszani versenyeken is. Szeretek elmélyülni bizonyos állásokban, és ez egy teljesen jó hobbi, amivel egyéb készségeimet is fejleszthetem. Szeretnék a B csoportnak úgy az elején végezni valahol. Többnyire próbálok felfele játszani, ami azt jelenti, hogy erősebb mezőnyben, mint az élőpontszámom, így általában középmezőnyben szoktam ezekben a csoportokban, ezeken a versenyeken végezni. A versenyre országszerte érkeztek versenyzők az óvodásoktól a szépkorúakig. A 16 esztendős Vas Boglárka fiatalkora ellenére már számos versenyen tette próbára magát, és a Sárét kupán is több alkalommal vett részt. Otthon találtam egy sakktáblát, és apukám megtanított sakkozni még 7 éves koromban. A legjobb egy országos negyedik hely, meg a helyi versenyeken ilyen első-második helyek. És remélem, hogy most is így lesz. Berényi György Debrecenből eddig csak hobbiból és szórakozásból sakkozott. Eddig hivatalos versenyen csak mint néző vett részt. Az unokámat megtanítottam 4 évvel ezelőtt sakkozni, és különböző versenyekre elkísérgettem. És legutóbb már annyira zavart, hogy mindig kint ülök a folyosón, hogy kértem Fidesz számot, megkaptam, és életem első Fide versenyén ezért én is elindulok. Így kerültem ide. Először veszek egyáltalán Fide versenyen részt, tehát nem csak a tetétlen, én még soha nem vettem részt Fide versenyen. Sokakat ismerek látásból, mert kísértem, mondom, az unokámat többször is. Nagyon kellemes, látom, hogy gyönyörűen fel van újítva a református templom. Egyébként közel 50 évvel ezelőtt motorral többször is átjöttem én ezen a falun, még Pannóniával, ugyanis édesanyám, illetve nagyszüleim kavaiak. Tehát azért kötődök a környékhez. A versenyzőket és érdeklődőket Gerda Emil és Borbéné Fülöp Hajnalka polgármester köszöntötték, majd Száva Miklós, a verseny bírája ismertette a megmérettetés szabályait. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek immár 15. alkalommal tetétlen a megrendezése kerülő Sárét kupasak versenyt, és aki sokszor volt már, az már valószínűleg unalomként hallja, amit mondok, vagy legalábbis amivel kezdem, hogy mindig egy óriási számomra legalábbis egy ilyen kis stressznek felfogható dolog, hogy ilyen kis településre sikerül-e legalább 50 embert megszólítanunk, hogy eljön a versenyünkre, és most is elmondhatom, hogy 15. alkalommal is én büszke vagyok rátok elsősorban, hogy eljöttetek. Pontosan nem tudom, de 58 vagy 59-en vagyunk, vagy leszünk a versenyünkön. Úgy tudva ezt, ami körülöttünk jelen pillanatban folyik, és nagyon-nagyon fontos szám volt számomra, hogy olyan biztatás, meg olyan támogatást kaptam az önkormányzattól, hogy föl sem merült bennünk, hogy mi ne rendezzük meg ezt a versenyt. Többőtöktől hallottam, hogy de jó, hogy megrendeztétek, mert ezt, meg azt a versenyt visszamondták. Tehát ezt a versenyt csak akkor fújtuk volna le, hogyha ez kormányzati döntés alapján születik. És hogy ez a verseny létrejöhetett, az nagyon nagy mértékben köszönhető a mellettem álló tisztelt hölgyeknek és úrnak, és engedjétek meg, hadd mutassam be tetétlen polgármester asszonyát, Borbéné Fülöp Hajnalkát. Alpolgármester asszonyát, Fülöp Károlynét. És képviselő a Tókmilyen. Bocsánat, akkor el vagyok maradva, elnézze egy kicsit. És engedjétek meg, hogy átadjam a szót polgármester asszonynak, hogy nyissa meg a versenyünket. Nagyon szépen köszönöm. Én is az önkormányzat nevében és a település teljes lakossága nevében nagy szeretettel köszöntöm Önöket körünkben. Igen, nagyon sokáig kérdés volt, illetve hezitáltunk és többször egyeztettünk, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani a jelenlegi helyzetben, de csak és kizárólag járványügyi szempontból volt itt hezitáció. Egyéb iránt mindig azt beszéltük Emillel, hogy csináljuk. Ha meg tudjuk oldani, csináljuk. Ahogyan a visszatérő versenyzők tudják, látják, most egy picit a helyszínünk változott. Ennek egy kiemelt apropója van.
a templom, a református templomunk elkészült, és ugye ott is lesz egy templom, avatolt templom átadó ünnepségünk a hétvégén. De ez nem fogja zavarni sem önöket, sem a másik rendezvényt. Mi igyekszünk mindenhol eleget tenni, és úgy eleget tenni, hogy önök jól érezzék magukat, és zavartalanul lebonyolítódjon ez a verseny. Én azt kívánom önöknek, hogy érezzék jól, ismételten településünkön magunkat. Nyilvánvalóan mindannyian figyeljünk, vigyázunk egymásra járványügyi szempontból, igyekszünk ebben is segítségükre lenni, amennyiben szükséges, és nagyon jó versenyzést kívánok, és Isten hozta önöket tetétlenen. Köszönjük szépen!